Továbbra is folytatódik a Kultúra programsorozat, aminek következő előadásán Zalka Csengevirág, nemzetközi mesemondó volt a vendég. Hivatásos pályafutását 2006-ban kezdte, azóta Európa több országában és az Egyesült Államokban is rendszeresen fellép különböző fesztiválokon és egyéb rendezvényeken, ahol magyar, angol és spanyol nyelven ad elő hagyományos történeteket. Nem csak magyar, hanem más népek és kultúrák meséi is szerepelnek repertoárjában. Mesterdiplomáját Amerikában mesemondás szakon szerezte, ezután került az Amerikai Kulturális Tanulmányok doktori programjába. Kutatási területe a hagyományos mesemondás és a popkultúra keresztmetszete. Mint a mesemondó fogalmazott, az embereknek igényük van a mesékre, nem csak a gyerekeknek, hanem a kamaszoknak, sőt a felnőtteknek is. Én nagyon szeretem a kamaszokat. Amikor kezdő mesemondó voltam, édesanyám gimnáziumban tanít, és az ő osztályaihoz jártam gyakorolni. Tehát nekem tulajdonképpen a kamasz közönség a hazai terep, és ők nagyon-nagyon fogékonyak a mesékre, amit kevesen tudnak, mert hogy nekik már nem igazán mesél senki. De vannak azok a történetek, amik a kicsiknek túl bonyolultak, vagy túl hosszúak, viszont a kamasz közönséget pont telibe találják. A hosszabb, bonyolultabb, szerelmes történetek, kalandos legendák, mítoszok, és ezeket én nagyon szeretem mesélni, úgyhogy a kamasz közönség az nagy szívem csücske. A Kultúra előadásán a Mesemondók már pedig vannak című könyvét mutatta be az érdeklődőknek. Zalka Csengevirág az előszavában így vall a kötet születéséről. Mesemondásról beszélni csak mesélve lehet. Én úgy mutatom be a mesemondó világot, ahogyan én ismerem. Az én utam ide vezetett, az én szemeimmel ilyen a nemzetközi mesemondás. Ha egy másik mesemondót kérdeznél, lehet, hogy nem állítaná mindennek az ellenkezőjét, de mindenképpen mást emel neki, más ösvényeket rajzolna fel a térképre, más útra való tanácsot adna. A mesemondás sokféle, és pont ettől jó. A legnagyobb előnye az élőszavas mesemondásnak az az, hogy nem adunk készképeket a közönségnek, hanem ők maguk alkotják meg a képeiket. És ez egy olyan kreatív, interaktív folyamat, ami mindenképpen nagyon szorosan kapcsolódik a meséléshez, és az fontos, hogy a gyerekekben ez a képesség kialakuljon. Zalka Csengevirággal készült teljes interjúnkat hamarosan Kultúrpercek című magazin műsorunkban is megnézhetik majd. A programok az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Moson-Magyaróvári család és karrierpont szervezésében várják az érdeklődőket.